Időigényes és izgalmas munka a családfakutatás, vallják azok, akik már beleásták magukat felmenőik történeteibe. Ibrányban 5. alkalommal hallhattak az érdeklődők a családfakutatás alapjairól, és kaphattak ízelítőt a kutató munka érdekességeiről a helytörténeti és családkutatók konferenciáján. A tavalyi évben volt először, hogy ilyen 50-50%-ban online és helyszínen Kálmánházán szervezték meg, és Nagy István, a főszervező úgy gondolta, hogy mivel dr. Nagy Ferenc, a levéltár nyugalmazott igazgatója, idén lenne 80 éves, akkor emlékezzünk meg őróla, és éppen ezért. Mert hogy neki azért nagyon nagy sikerei voltak itt a kutatásokban, akár az esbóhalmi kutatásban, akár amikor még ő itt tanított és történelem tanár volt, a gyerekeket rendszeresen kivitte ásatásokra. Az 1300-as években már egy oklevélben említették Ibrányt, de ettől jóval korábban is éltek a településen. Erről is szólt a városi helytörténész előadása, aki több mérföldkövet is kiemelt a település életéből, például a Lónyay család fejlesztéseit. A Lónyay család létrehozott 3 olyan tanyát Nagyerdőn, amely dohánytermesztéssel és gyümölcstermesztéssel foglalkozott, és ez egy jelentős jászságból beáramló néptömeget jelentett, aki Ibrányba telepedett le, és ezeknek nagy része ma is Ibrányban él a leszármazottak, illetve hát ezzel meghonosított olyan termesztési kultúrát, ami addig Ibrányban nem volt jelentős. Így ez főleg az almatermesztés, illetve amiről kevesen tudnak, hogy a mentatermesztés is. Ambrózi kezdte el itt a környéken termelni. Hogy a konferenciát Ibrányban rendezték meg, nem véletlen. A szervező hét határon túl családkutató egyesület elnökének személyes kötődése van a városhoz. Gerák nevezetű családi szállon van, valamikor olyan 150-160 évvel ezelőtt itt született az ők nagymamám, és így kerültem igazából kapcsolatba elsőnek Ibránnyal. És azért is kerültünk ide, felkutattam a család egy részét, és amely ez megtörtént, gondolkoztunk egy olyan dologban, hogy például egy család találkozóban, itt ebben az évben, itt Ibrányban, erre sajnos nem került sor. A konferencia mellett egy kiállítás is várta az érdeklődőket. Olyan egykori nemesek, ismert emberek családját és múltját mutatták be a rollapok, akik leszármazottai még ma is élnek. Hogyha vannak jó információink, akkor nagyon szépen gördülékenyen vissza lehet követni. Viszont ugye tudjuk, hogy 1895 előtt csak egyházi anyakönyvezés volt, ezért, hogyha valaki evangélikus leszármazottja ma, akkor lehet, hogy evangélikus anyakönyvekben keresünk, viszont ha valamelyik ág, valamelyik más felekezetből jött be, akkor azoknál az egyházaknál kell keresni, és így nehezebb a kutatás. A nap során a résztvevők nem csak előadásokat hallhattak, az ibrányi helytörténeti gyűjteményt is megismerhették tárlatvezetés segítségével.